Csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Orosz Anna, a helyhatósági választások egyik győztese, a 11. kerület alpolgármestere a Momentum részéről. Kezicsókolom, jó reggelt kívánok! Na, milyen dolog alpolgármesternek lenni? Hát igazából csütörtökön volt az a testületi ülés, ahol elfogadták az alpolgármestereket is. Egy kicsit gombolja be a blúzát, Mert a mikrofon és akkor ez... féltékenységre sem adunk okot, és akkor ugye a hang is talán bemegy. Jó, nagyon de az is, jó. Hogy megigazítom. Így köszönjük. Így most jó lesz? Szuper jó. Jó. Szóval csütörtökön volt az a képviselőtestületi ülés, ahol az, többek között az alpolgármesterekről is döntöttünk, úgyhogy hivatalosan ma kezdődik a munkaidőm, mint alpolgármester, vagy a megbízatásom, mint alpolgármester, úgyhogy hát most kezdődik igazából ez a kívás. Irodája is van, meg teljes szertartás, meg gyerünk meló, vagy mi lesz ott? Gyerünk meló, az mindenképp, legfőképpen az van, igen. Miért felel, milyen területekért? Ez még nem pontosan lehatárolt, de én ugye szakpolitikai elemzőként dolgoztam, hát nagyjából 6 éven keresztül, közgazdászként végeztem, és itt oktatáspolitika, szociálpolitika, munkaerőpiac voltak az én területeim, amikkel én dolgoztam, és ez biztosan része lesz a portfóliómnak, és nyilván ami az önkormányzati hatáskörbe tartozik, az főleg a bölcsödék és óvodák, és emellett szó van arról, hogy városfejlesztés is legyen az én területeim között, de ugye nagyon sok terület tartozik még mindig az önkormányzatok hatáskörébe, és ezeket azért az alpolgármesterek között úgy kell leosztani, hogy... Hány alpolgármester van? 4. Ki a polgármester? Dr. László Imre. A DK-tól. Ki a másik három alpolgármester? Bakai Nagy Zita, Hincs György és Barabás Rihárd. Barabás Rihárd feltételezhetően a kommunikációval fog foglalkozni. Én úgy tudom, hogy ő a kultúráért fog felelni főleg, ami ugye értelemszerű az ő esetében, a színész múltja ezt magyarázza, és egyébként a 11. kerületben erre nagyon sok, tehát nagyon-nagyon sok kulturális intézmény van, esemény van, úgyhogy azt hiszem, hogy jó kezekben lesz ez a terület is. Ahhoz, hogy el tudjanak dolgozni, előbb át kell világítani, hogy mi történt ott korábban, vagy nem történészkednek, hanem gyerünk bele, és mindent megpróbálnak jól csinálni. Vagy energiát is elköltenek arra, elfecsérelnek, hogy történészkedjenek. Szerintem a kettőt egyszerre kell csinálni, tehát nem lehet csak arra fókuszálni, hogy mondjuk átvilágítsuk az elmúlt 9 évet, és megbizonyosodjunk arról, hogy nem történt visszaélés közpénzekkel, de mindeközben azzal is foglalkozni kell, hogy a kerületünk működjön. Ugye a 11. kerület Budapest legnagyobb kerülete, 150 ezeren élnek itt, úgyhogy nagyon sok embernek a mindennapjaiért felelünk. Lakik? Igen. És azt gondolom, hogy nem elég csak azzal foglalkozni, hogy tisztán korrupciómentesen történjen a város vezetése, hanem közben meg kell oldani azokat a problémákat, amiket az emberek nap mint nap észlelnek, ilyen például az, hogy nem lehet a gyerekeknek helyet találni az óvodákban, mert nagyon nagy a pedagógus hiány. Ilyen az, hogy egyre több ember jelzi azt, ezt mennyi hogy... idő alatt fogják tudni megoldani, hisz a szekrényből nem lehet kiakasztani pedagógusokat. Persze, ezek vagy sajnos... Vagy elkezdnek többet ajánlani a piacon lévő pedagógusoknak? Valószínűleg itt nincs egy konkrét megoldás, ami majd így megoldja az összes problémát, hanem itt rendszer szinten kell megoldásokat találni. És ezek nyilvánvalóan nem olyan problémák, amiket már holnapra megoldunk, de azt hiszem, hogy az, hogy ma ilyen állapotban van például a bölcsödék és az óvodák, az politikai akarat hiányából is fakad. Na akkor nézze meg, én azonnal adok feladatokat. Jaj, de jó. Ez amikor fordítva ülünk a lovon. Igen. Vendégünk volt ma dr. Komáromi Zoltán, házi orvos, egészségügyi politikus. És arról beszéltünk, hogy a társadalom nagyon kis része oltatja be magát influenza ellen, pedig itt van az ideje. Akiket a legfontosabb beoltani, a piciket és az idősebb korosztályt. Azt mondja, hogy általában olyan 25-30% emeli föl magát és megy el beoltatni magát. A szülőket rá kell venni, mert így sokkal egészségesebb, és a gyerekek nem fertőzik egymást meg.
Gondol ezzel foglalkozni, ha már önhöz tartoznak a bölcsődék és az óvodák? Ugye itt valószínűleg mi együtt fogunk működni nagyon szorosan dr. László Imrével, aki ugye orvos is, és többszörös kórházigazgatói múltja is van, ugye a Tétényi úti kórházat is vezette, és a Honvéd kórházat is, úgyhogy azt gondolom, hogy a 11. kerületiek egészségügyi ellátása az nagyon jó kezekben van. Biztos, hogy például egy ilyen kérdésben, hogy a kisgyerekek beoltása... De ez a legaktuálisabb, ezzel már ma foglalkozni kell. Igen, itt nagyon szorosan együtt kell működni az egészségügyel foglalkozó városvezetőnek és mondjuk a bölcsődékért óvodák. Sikerült már megnézni, hogy van elég férőhely ezekbe a bölcsődékbe és óvodákba? Mi ugye... ugye 17 képviselőjelölt volt a kampány alatt, akik azért dolgoztak, hogy a választók bizalmát elnyerjék, és rengeteget beszélgettem én egyébként a lágymányosi polgárokkal, és nagyon sokan panaszkodtak arról, hogy főleg az óvodai ellátásban nagyon nagy férőhely hiány van, és hogy gyakorlatilag már akkor be kell iratni a gyereket az óvodába, amikor még nem tudom, meg se született. Úgyhogy ez biztosan, meg hát ez egy akut probléma az egész országban. Van-e elképzelése arra, hogy tulajdonképpen egy kerületnek erre van saját forrása, vagy erre a kormánytól kell kérni forrást? Szerintem vannak saját források is, az Európai Uniónál is, az uniós pénzekre is lehet pályázni, és nyilvánvalóan ideális esetben a kormánnyal is együtt kell működnünk ebben a tekintetben. Ez persze most még nem teljesen világos, hogy a kerületek mennyire tudnak majd, illetve a főváros és az ellenzéki vezetésű vidéki városok akár mennyire tudnak majd a kormánnyal együtt működni, ez egy érdekes kérdés. Meglátjuk a következő hónapban. Mennyire, ön ugye a Momentum színeibe indult, a Momentumnál politizált, mennyire nyerték túl magukat? Vagy áll-e egyáltalán ez, hogy túl nyerték magukat, hisz helyhatósági praxisuk nincs, mert hát ön egyetemre járt, és azóta meg dolgozott, és elemzett dolgokat, tehát még nem tudta megmérettetni magát, mint egy helyhatósági tisztviselő, illetve vezető. Mennyire fog ez a teória után a gyakorlatban ismerni. Reggel nagyon nehéz beszélni. Szerintem kimondottan hasznos az, hogy olyan emberek kerülnek a városok élére, akiknek egyébként piactapasztalatuk van. Látjuk azt, hogy egyébként a magyar kormánynak is számos olyan tagja van, akinek 10-20-30 éves közigazgatási tapasztalata van, és igazából ettől nem vagyunk beljebb, tehát ettől nem vezetik jobban az országot. Én azt gondolom, hogy hatalmas munkabírásra, gerincre, egy olyan hozzáállásra van szükség, ami tiszteli a közpénznek a közpénz nem lehet szétszórni mindenféle... Igen, de ne csak a közpénzre, az emberek lelkéről beszéljünk. És az emberek lelk, így van, ez nagyon fontosnak tartom. Mi történik azokkal a polgárokkal, akik a 11. kerületben nem a DK-t és nem a Momentumot, illetve nem az összefogás hívei voltak? Biztos ilyenek is akadnak ott. Hogyne, igen. És egyébként én a kampány során is ezt mindig hangsúlyoztam, hogy amennyiben megválasztásra kerülök, akkor minden választópolgárt képviselni fogok, függetlenül attól, hogy ki mellé húzták be az X-et. Azt gondolom, hogy ezt a nagyon mesterséges és nagyon káros megosztást, amit egyébként sajnos ezt ki kell mondani, hogy a Fidesz, képviselt az elmúlt 9 évben, ezt meg kell szüntetni. És főleg a városok vezetésének az esetében nincs olyan, hogy én csak a saját pártom szimpatizánsait képviselem, vagy csak az ellenzéki pártok szimpatizánsait képviselem. Az, hogy az óvodákban nehéz beiratni... Tehát alpolgármester minden kerületi lakónak alpolgármestere. Így van, és ez szerintem a teljes testületre, mióta dr. László Imrével együtt mindenkire igaz. Nekem gyakorlatilag a fél családom a 11. kerületben lakik, úgyhogy mindenféle kapcsolatom, nekem az édesapám a 11. kerületben lakott, sajnos szüleim elváltak, úgyhogy ilyen kétlaki életmódot értem folyamatosan Budapest különböző területei között, és most nagyjából egy olyan 7 éve élek ott. Legyünk egy picit bulvárok, van önnek egy barátja is, aki viszont egy másik kerületben polgármester. Most így hogy lesz? Ingázni fognak egyik a másikhoz? Hát ezt majd mi megoldjuk szerintem, ezért nem kell aggódnia. Nem aggódom. És akkor, amikor leülnek kávézni, akkor majd a kerületekről fognak beszélni? Hát szerintem minden... Munkahelyi ártalom. Ahogy minden szakmában az ember nyilván beszélget a barátaival, a szeretteivel arról, hogy mit csinál a munkájában. Ez nálam sincsen másképp, úgyhogy... Fővárosi önkormányzatba is bekerül? Nem. Ott ugye a polgármesterek vannak ott, úgyhogy nekem ahhoz így
szorosan vetétem, mert nem lesz közöm. Nyilván nyomon követem azt, hogy mi történik a fővárosi önkormányzatban. Arra kérjük, hogyha valami izgalmas történik önnel, illetve a kerületével, akkor jelezze nekünk, és jó, feltételezhetően mindenki továbbra is aktív marad a pártjába is. Jó. Mi a következő megmozdulásuk? Vagy többet nincsenek megmozdulások? Csütörtökön jön Erdogán, úgyhogy ezzel kapcsolatban biztos, hogy lesz. És zászlókat fognak lengetni neki? Hát én azt gondolom, hogy felháborító, hogy egy olyan vezetővel, mint Erdogán, ilyen szoros kapcsolatot ápol Orbán Viktor és a magyar kormány, ugyanez érvényes Putyinra is, úgyhogy biztos, hogy a legerőteljesebb módon fogjuk kifejezni a nem tetszésünket. De ma a német külügyminiszterrel is találkozik a miniszterelnök. Hát ez örömteli, igen. Kedves nézőim, ebben a nagyon szűk 15 percben Orosz Annát, a Momentum politikusát, a 11. kerület frissen megválasztott alpolgármesternőjét látták és hallották. Problémáik vannak, akár oltásügyben, akár bármilyen problémával, óvoda, bölcsődei elhelyezéssel, ugyan kézgyógyítással nem tudja megoldani rátéttel egyből a problémát, de azon lesz, keressék nyugodtan. Ezzel a beszélgetéssel véget ért reggeli politikai magazinunk. Természetesen várjuk ötleteiket, kivel és miről szeretnék, ha beszélgetnénk. Önnek nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, legközelebb itt folytatjuk, és akármi érdekes történik önnel, jelentkezzen. Most következik a Pirkadat Extra, majd a Pirkadat Extra után bemutatunk egy filmet az 1956-os megtorlásokról, a film címe Életre ítélve. Tartsanak velünk!